Az ünnepélyes eredményhirdetésre gyülekeznek a szekszárdi kispályás amatőr bajnokság jéghokisai, amolyan édesbus hangulatban, mert ugyebár megint gyorsan eljött a március 15-e, s a szekszárdi jeges lehetőségek közepette ez a búcsú ideje. Hasonló, mint a tavalyi évhez, idén is 8 csapat indult. Idén csatlakozott a Tolnai Egyesület, ugye a Bajáról most idén csak egy csapat jött, és ugye a szokásos többi 6 csapat az ügyünk megvolt, ugye a szekszárdiak közül. Azt mondom, hogy minőségben is hasonlóan teljesített az egész bajnokság, mint a tavalyi szezonban. Tehát mind az alsóházban szoros meccsek voltak, mind a felsőházban győzelmért folyó küzdelmek is elég szorosak voltak. Két csapat, a szekszárdi Jégmadarak és a Totyogó Kacsák egyéni képességek és az összeszokottság dolgában a többiek fölé nőtt, de nagyon jó játékerőt képviselt a felsőházi rájátszásba jutott másik két csapat is. Az alsóházban abszolút nyílt volt végig a küzdelem, az adott napi forma rangsorolt az együttesek között. Mindenképp a Baját kiemelném, ott ugye mondom a tavalyi két csapatból összeálltak egy csapattál, így a tavalyi úgymond két erős csapatból lett egy nagyon erős csapat. És ellenük minden csapatnak föl kell venni a tempót mindenképpen. Több éve van már szekszárdon jégkoronképzés, télen pedig lehetőség a sportág űzésére. Ennek kézzelfogható eredménye az, hogy már a felnőtt fiatalokból álló szekszárdi Jégmadarak csapata ismét bajnok tudott lenni, a sportágot valószínűleg egy életre szólóan megszerető játékosokra építve. A legszerencsétlenebb és egyben legszimpatikusabb csapat egy szekszárdi kardiológus főorvos vezette, sápatarcú solymok névre hallgató volt, akik mindig csak egy-két góllal veszítettek. A gyerek elkezdett jégkorongozni, a szülő is elkezdte kipróbálni, és akkor a szülő elkezdett jönni az amatőr bajnokságba. A veteránok öreg harcosok néven egy önálló csapatot alkottak a mezőnyben. Egy hokis szülőknek volt egy csapata, amit Tamás révén megörököltem, az egyik vezetőjüket kivette, átvitte hozzájuk, aztán én megörököltem a csapatot. És akkor Vénmadarak volt még, úgyhogy most egy új névvel, új lendülettel ettől a szezontól próbálkozunk. Igazából kis téli sport, örömmozgás, örömjáték. A Pusta család több generációs jégkorongosai nélkül elképzelhetetlen a szekszárdi jégkorongbajnokság már az indulása óta. Ha mindenki rendelkezésre állna a nagy családból, külföldről is hazatérnének a rokonok, két, de akár három komplett csapatot is ki tudnának állítani. Most hárman képviselték a családot a csapatból. A francia unokaöcsém is hazajönnek, akkor talán még 9-en is meglennénk. Úgyhogy egy csapatot cserével össze tudnánk hozni, biztos. Két testvérem meg én, mi voltunk így hárman, plusz még három játékos. A meccseken kívül nem is jártunk le, az igazság az. Van egy-két fiatal játékos, akit bevettünk a csapatba, mi sajnos már egyre öregebbek vagyunk, úgyhogy nem bírjuk sajnos kondival. Azért a no-name, kelet-name névre hallgató Pusta csapat az idei bajnokság után is bronzérmet vehetett át az eredményhirdetésnél. A két külön díjas az idén, mint a torna legjobb játékosa, Mózer Miklós a Totyogó Kacsák csapatából, és az alapszakasz pontkirálya pedig ifjú Csanádi Ákos lett.